Számos település büszkélkedhet azzal, hogy hagyományos ételeik receptjeit összegyűjtötték, és kiadvány formájában megőrizték a jövő generációi számára. Ez eddig Bonyhádon hiányzott. Mindig azon gondolkodtam, hogy találjuk meg annak a forrását, lehetőséget, hogy egyszer Bonyhádnak is legyen egy, mert hogy még nem volt. Sokféle kiadvány készült már a városról is, meg egyébként a étkezési szokásokról is, de önmagában mindig csak egy-egy népcsoporté. Egyről biztosan tudok, a székelykonyha egész jól volt összegyűjtve és felkutatva, meg volt a Perccel szakácskönyv is, ami szintén valamennyi kötődésem volt, de hogy összefoglalóan az itt élő népcsoportoknak a kultúráját, étkezési szokásait, hagyományait bemutatva még nem. És nagyszerű volt ez a lehetőség a pályázat keretein belül, hogy ennek kapcsán ez megvalósulhatott, és akkor utána már az ötletek jöttek egyik a másik után, hiszen minden népcsoportnak vannak olyan jeles képviselői itt a városban, akit mindannyian ismerünk, mindannyian szeretünk, tisztelünk, becsülünk, és őket felkérni az már úgy adta magát. Természetesen nem csak papíron léteznek ezek az ételek, mindegyiket elkészítették és lefotózták a könyv kedvéért. Egy nagy közös munkában mindenképp jó részt venni. Hát nagyon változatosak voltak az ételek, a hölgyek, akik az étlapot készítették, vagy hát a szakácskönyvnek a receptjeit, ők is változatos ételeket mutattak be, tehát fotózás szempontjából mindenképpen érdekes volt. Igazából én a töltött káposztára szavazok, tehát az jöhet minden mennyiségbe, de nekem az a kedvencem. Ezek tárcsátorba készült fotók, hogy ne tükröződjön, szép legyen minden, ne legyen benne olyan árnyék, ami nem kívánatos, úgyhogy ez speciális technikát igényel. A nemzetiségek képviselői örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Nagyon szép a könyv, kivitelezése gyönyörű, annál is inkább, mert a címlapon pont egy felvidéki konyha található, és azoknak a hagyományos hozzákapcsolódó tárgyai. Igazából az egész ötletet a Sviloné Ferenc Ibolya vetette fel egy önkormányzati ülés kapcsán. Mi nagyon örültünk akkor a lehetőségnek, hogy ilyenre is gondolt a város, és ilyenre is van lehetőség. Elkezdtünk agyalni, hogy ki milyen részben vesz ebben részt. Elmondhatom azt, hogy a könyvben a történeti áttekintést, illetve az étkezési szokásokat azt én írtam, és emellett két idősebb hölgy nagyon sokat segítkezett a lebonyolításba, a Kálosz József és a Horváth Katalin, tehát ők főzték meg az ételeket, ők gyűjtötték össze. A sok ilyen könyvet ismerek, mondhatnám, hogy ez már divat lett a városokban, hogy mindenki megéri a saját népcsoportjainak a szokásait, meg ételeit. Nekem azok az ételek jutottak eszembe, amit a nagymamám főzött még, mert ő tényleg még autentikus volt ebbe az irányba, a szüleink azok már modernizálták az ételeket. Először is a szüleink, nagyszüleink jutottak eszembe, aztán a nagymamámnak a gőzgombóca, meg az aranygaluskája, ami isteni finom volt, nagyon jól tudtak réteseket sütni, aztán a hájas sütemény, tehát inkább a sütemények jutottak eszembe, ja, meg a hízott kacsa, meg a tömött kacsa, meg a tömött liba. A hagyományos ételeink kerültek be, az ilyen a kakaspörkölt, jól emlékszem, most nem tudom, hogy a bokkoly lett leírva, vagy a punya, mert ugye minden cigány népcsoportnak megvan a saját maga kenyere, ennek ugye megvan a neve is, ugye a bodag, a punya, illetve a bokkoly. Az persze, mint minden szakácskönyvnél, ennél is kérdés lesz, egyike lesz-e a háztartásokban őrzötteknek a polcon, vagy időről időre használati tárgyá válik a konyhában. Az biztos, hogy arra mindenképpen jó lesz, hogy kilendítsem háziasszonyokat és urakat megszokott ételeik készítéséből, erősítve őket a kreativitás területén. És persze a kiadvány egy gasztrokulturális érték is, megőrizve valamit, ha csak egy tányérnyit is, a hagyományok világából.